Bonjour, je m'appelle Levente, and this is the Grand Canyon. Nem a Grand Canyon, ez valami más. Nem is tudom egyébként, hol van a Grand Canyon. Biztos Amerikában, nem? De amúgy ez most igazi francia volt, csak mondom. Most bemutatkoztam. Kérlek, mutasd meg, lehet zoomolni ér. Ez volt az utolsó ilyen kanyar, ahonnan ez látszik. Mi mindig Németország felé tartunk. Na! Most egy ilyen videót csinálok. Az előbb is elkezdtem, csak aztán félbeszakítottam inkább, most újra kezdem. Lényeg az, hogy egy rövidke beszámolót tartok. Egyedül vagyok éppen az autóban, Svédországba indultam el kifele. Első utam Svédországban, fogalmam sincs, hogy hogy néz ki. Kompa kell átmenni. Rostockból, vagy Rostock, vagy mit tudom én honnan. És Oskarshamnból kell fölmenni. Viszünk izét Scaniát. Scaniát szállítunk. De nem a kamiont, de állat. Nem alkatrészeket. Tudtam, hogy ez nem baj, inkább mint hogy a kezembe tartsam, mert azért ugye megbüntethetnek. Nincsen kameraállványom, jó fejed? Felejtsétek el, nincsen. Elhiszem, hogy szar a minőség, de nem ez a lényeg, hogy én most minőséget produkálok nektek, én nem vagyok videós. Én egy csicska senki házi sofőr vagyok, aki elmondja, hogy mi a szitu. Igen, ám! Most már több érdek mennyiségű videót tudok csinálni ezzel a kamerával, mert a kedves kollégámtól kaptam egy invertert. Azt meg, ugye a kamerát meg tudom tölteni most már konnektorról. Úgyhogy... ja, és a videókat meg be tudom húzni laptopra. Tehát maxi videókat tudok csinálni. Meg még zenéket is tudok csinálni végre. Nagyon, nagyon fasza így. Nagyon jó. Oskarshamn egyébként a tengerparton van szintén. Azt bírom, hogy mióta itt vagyok ennél a cégnél, folyamatosan tengerpartra megyek, és megint kapok egy címet, érted, és hol van a tengerparton. Mondjuk én nem tudom, hogy Norvégia, Svédországban milyenek a tengerek, mennyire, de az már azért éjszakon van elég, ott már nem szokott beleg lenni annyira. Északi sarkunkra megyünk, meg mit tudom én. Ja. Úgyhogy oda megyünk, hát szurkoljatok, nem voltam még ott. Nagyon kíváncsi vagyok, mindig is izgatott, de én ha mennék magamtól, én Norvégia tetejéig fölmennék nagyon szívesen, de hát oda nem lesz valószínűleg fuvarom, mert ezek már ilyen extrém, exotikus helyek. Ilyen Észak-Norvégia, meg Észak-Skócia, meg mit tudom én, ilyen helyekre valószínűleg fuvarral nem fog eljutni, mert azért már ott már nincs semmi. Gyárak, mit tudom én. De most ezt így élvezem, hogy így bőven van időm kamerázni, meg pofázni, úgyis szét lesz válogatva. Úgyis ki lesz sejtezve, össze lesz vágva több videóba, meg amúgy is kértétek, hogy már csináljak már mennyi videót. Úgyhogy fogok, mert végre mozgatni tudom a kamerát a helyéről. Igaz, hogy ha vezetek, akkor csak így le lesz téve, tehát ennél többet most ne várjatok tőlem. Nincsen kameraállványom. És nem is érdekel úgy különösebben. Még most tartunk csak Sopron fele. A kollégámmal ugye itt megy előttem. Ma van szombat, kedre kell vele odaérni, szóval időnk mint a tenger. Csak annyi van, mondjuk én ezt kicsit túlzásnak tartom, hogy holnap 10:30-kor megy a komp, 1100 km, de ugye csak kedden kell odaérni. Én akkor biztos, hogy azt csináltam volna, hogy én nem holnapra, hanem akkor veszek holnap utánra. Várjál! Igen, holnap utánra vettem volna kompjegyet.
rohadjál már, meg állj már meg egy helyben, meg kidoblak az ablakon. Na. Szóval hétfőre vettem volna a konkrétet, mert most így a lezonderezhetjük az útnak a nagy részét, aminek úgy sok értelme nincsen, hogy megszakadunk. Átkomponunk, és akkor utána meg a utolsó pár száz kilométerre meg van három napunk megtenni, tehát. De én fel fogom nyomni kanyádnak azt a büdös picsáját már, hogy elfordulsz folyamatosan. Te is már menjél már előzzél meg, hogy ha akarsz, dugdosod itt ott a kötyök lámpádat. Ford Mondeo, nem is Mondeo. Fókuszoddal, te csimpánc. Na. És megnézem majd. Tudom, hogy így ígérgetek ilyenkor sok mindent, hogy majd így megnézem, megmutatom, levideózom, aztán általában az esetek 90%-ában ebből nem lesz semmi. Mert vagy nem oda megyek, vagy nem úgy megyek oda, vagy nem tudok oda menni, vagy nem is akarom már akkor lefilmezni, meg tök máshogy alakul minden. Úgyhogy nem ígérgetek semmit, csak remélek, hogy oda megyünk a tengerpartra, és akkor én ott leverem a sátrat hétfőn, és akkor kedden reggel 6-kor kell lerakni. Aztán onnantól meg vállalkozunk, csinálom a jó zenéket, már végre, mondjuk nagyon szeretnék már beruházni egy új laptopra. Ajj, belakulod! Életben, na. Egy új laptopra, hogy tudjak újra zenéket csinálni, mert epedek érte, annyira jó volt. Hát ott kidobom ezt a kamerát az ablakon, most már tényleg nem tudom hová. Kezemben nem fogom fogni, az biztos. Nem vagyok én izé telefonbetyár. Na, szóval meglátjuk. Megpróbál levidózni. Ja, meg az itt laptopot mondtam, hogy szeretnék egy új laptopot, mert nagyon jó volna zenéket csinálni, de ez a laptop már sajnos nagyon régi, ahhoz nem bírja az én agyi kapacitásomat. Úgyhogy ezzel most nem azt mondtam, hogy okos vagyok. Kb. Mint az aranyhal. Na, majd folytatom, hogyha valami érdekesség lesz. Kompot. Mivel ezen valószínűleg csak egyszer fogok átmenni. Biztos, hogy fölviszem a kamerát, de mondom mindenkinek, én bátortalan vagyok kamerával az a kezemben emberek előtt. Azért nem csináltam eddig se olyan profi videókat a kompról, mert én nem tudok úgy beszélni, hogy én fölmegyek, tartom a kamerát a kezembe, és akkor pofázok, hogy ezek itt a izék, az arabok, ezek ott a svábok, meg a izék svábbogarak, meg a mit tudom én kicsodák, az ott bent fürdeni. Anyukád már, hogy megint elborúz. Tehát nem szeretem, mert néznek az emberek, tehát bámulnak, hogy mit csinálsz itt kamerával, úgyhogy nem. Amit úgy érzem, azt levideózom, amit nem érzem úgy, azt nem videózom le. Ennyi. Na, hellóka. Hajnali 3-4 van. Cseheknél vagyok éppen. Még nem tartunk aznál a jó kis technós autópálya szakasznál. Én szerintem ez a film az ebből fog állni amúgy, hogy megyek és mindig elfordul a kamera. Ami meg kellett, nem mentem sokat, de 11:30-kor muszáj volt megállnom, mert basszus. Leragadt a szemem egyszerűen, nem tudtam mit csinálni. Majd leesett a fejem a helyéről. Még most is majd leesik amúgy. Eredetileg csak 2 órára akartam megállni, állítottam be ébresztőt. De én nekem nem szokott ilyen lenni, hogyha ébreszt az ébresztő, visszaalszok, de most megint megtörtént. De nem vagyok késésbe. Viszont most már elég izmosan nyomni kell tovább ezt a 630 kilométert Rostockig. És akkor ott lesz egy óra becsekkolni, nem voltam még ott. Szena Line-nal fogunk kompolni. Basszus, az álmosság ez van, ami gyilkos. Ez kegyetlen. Nagyon szartalog, utálatos. Nem tudsz vele mit csinálni. Megy, leragad a szén. Én ilyenkor, inkább ilyenkor konkrétan keresztbe állszem, elkezdek szédülni. Nem tudok egyenesen nézni. Nem látom az utat. Úgyhogy már megvártam, hogy beérjek egy faluba, és egy ilyen templom elé beálltam, és kész, ott leraktam a kocsit, azt lefeküdtem aludni, nem bírtam már. Nem azt, hogy nem, de nem bírtam. Megálltam pihenni. Most aludtam egy 3 órát, még időben vagyok, még 1/2 órát csúszhatok. De abban még benne kell legyen egy tankolás is, szóval már csak 15 perc. Na mindegy, hát menni fog, nem lesz ezzel baj. De összeteszem a két kezem, hogy nem aludtam el tovább, hanem hogy fölkeltem magamtól időben.
különben azt hiszem nézhetném magamat. De nem tudom, hogy hogy van itt a Stenalánynál, de ha mi, hogyha megvettük korábban a kompjegyet a DFDS-re, az 3 napig érvényes volt az a jegy. Hát anyádat már! Szóval az a jegy az 3 napig érvényes volt. Én nem hiszem el, hogy itt csak arra az egy alkalomra lenne érvényes, de hát mindegy, ha rohanni kell, hát akkor rohanjunk persze. Igaz, csak kedden kell odaérni, ez vasárnap van. De mindegy. Azért kapcsoltam be a kamerát, hogy kicsit ébren tartsam magamat, mert szövegelek vagy valamivel elfoglalom magam, akkor kevésbé rossz. De most már kezdek éledezni. De nem szeretem én ezt az álmosságos témát. Leggyilkosabb, az egyik legveszélyesebb dolog ebben a szakmában az álmosság. Picit tényleg forgalmasabb úton vagy németeknél, forgalmasabb pályán megy előtted a kamion, lefékezd, belerongyolsz, véged van, kész. Na, ennyi volt a rövid beszámoló reggelről. Na, megint csak így, innen föntről. Na, Németországban vagyok, most már csak 1 óra 13 perc a kikötő, Rostock, vagy mi a fene. És a Stena Line, vagy milyen jó isten line-nal megyünk. Rostockból Trelleborgba. Elviekben valami 7 vagy 9 órás lesz az út, lesz kabin, lesz kaja. Nagyon jó lesz, kíváncsi vagyok. Pihenünk is egyet szerintem. És ugye ma vasárnap van, tehát én nem fogok nagyon oda. Nem tudom, hát pár száz kilométer lesz még oda, Oskarshamnig. Szerintem csak holnap fogom levezetni, ma már nem. Bemutatom nektek a privát, saját kabinomat, ami a Stena Line hajón van rajta. Egy mi zárja ezt? Várjál, hol van? Először körülbelül akarom mutogatni ezt a helyet. Szóval, jár hozzá egy privát és nem közösségi WC. Mosdókagyló, tükör, be vagyok zumba, és kövér vagyok, zuhanyzó. Még nem tudom, ott milyen extrák vannak, de nyilván van meleg víz, és a többi, és a többi. Ez ezt a villanyt kapcsolja. Ezt becsukom. Brutális, brutális. Tehát, hogy a sofőrnek ennyi minden jár. Itt is van villany kapcsoló. Egy villany. Nem tudom még. És akkor így a többi része. Kérem szépen. Két ágy. Konnektor. Másik két lehajtható ágy. Igaz, csak egyedül vagyok. Bár ne egyedül lennék. És jár hozzá tévé. Szemetes, kétszeri étkezés, basszus, hát hallod, leesik az állam, komolyan mondom. És kötelet tettek ki neked, ha esetleg szeretnéd magadat felakasztani. Nagyon figyelmesek egyébként. Hihetetlen. Fú, azt hiszem lesz mit filmezni ezen a hajón, mert ez eddig brutális ez a... Így nem... Ez ilyen pózolós, ilyen... Majd inkább így, de akkor megfordítom ezt a szart. Viszont nem lehet bezárni a sajtót. Be lehetne, csak ragad a zár. És inkább nem merem bezárni, mert beragad azt, akkor ki se jutok többet. Kemény, mi? Na, a többit majd, hogyha körbenéztem. Tudom, most lehet látni semmit. Értem. Tessék, csinálok ilyet. Jaj, aludtam egyet a hotel szobámban. 5 csillagos szobámban, úgyhogy most fölkelek, kimegyek, eszek egyet megint, és aztán megpróbálom elzőzni valahogy az időt, mert még 3 óra van az utazásból, de én már nem nagyon megyek el majd onnan sehonnan, sehova, mert ma este már pihenek, majd veszetek holnap. Úgyis van rá idő, vagy nem tudom mi lesz. Na, lényeg a lényeg.
rácsatlakozott a telefonom valami ilyen hajófedélzeti hálózatra, és de úgy, hogy be volt kapcsolva a mobil internet, és küldött egy SMS-t, hogy adatroaming 4545 forint per 1 megabyte. Hívásindítás 1600 forint per perc. Hívásfogadás 1000 forint per perc. SMS, MMS olyan 300 forint környéke. Köszönöm szépen. Ott volt elrontva, hogy be volt kapcsolva a mobil internet, és betöltött pár üzenetet, többek között egy képet. Tehát ez így minimum egy olyan 4000 forintos bukó. Jó, mi? Na mindegy. Ez van. Külföldi hálózat. Megyünk, meglessük a dolgokat. Nem magyarázok sokat, mivel sokan vannak itt fönt. Ez a felső terasz. De ezt megmutatom nektek, amennyire tudom. Közben itt sajnos folyamatosan bámulnak. A rák megeszi őket. Ez itt aztán a lánynak a kompja. Lent gondolom lengyel nemzetközi is. Ha nem román. És azt hiszem, hogy itt állt az én autóm is, csak egy, ja nem, egy szinten lejjebb, bocsánat, mert az enyém az fedett térben volt. Ja, itt van tőlem jobbra egy valami. Valószínűleg az a Titanicnak a jéghegye. Mi meg a Titanic? Ebből a történetből már csak a rossz hiányzik. Baromi sok turista, civil emberek is mennek át Svédországba, Trelleborgba, oda megy ez a hajó. Délután 3-ra állítottam egyébként ébresztőt. Dél óta megyünk, tehát már 3 órája. És már a partot azt már ugye nem látni azóta. Én közben aludtam egyet. Jól is esett, megmondom őszintén. Kár, hogy nem aludtam többet. Mert még most mindig van majdnem 3 óra az érkezésig. Dohányzó kialakítva? De jó, itt nincs senki. Na, hát akkor ide jövök videózni. Jaj, de jó. Távolban meg rengeteg valami ilyen apró szarok. Fogalmam sincs, hogy mi az. Ott a távolban van valami, ami rohadtul nem is hajónak tűnik, mert eláll a vízfelszíntől jó magasan. Hát látok zoomolni, de nem vagyok benne biztos. De ott van. Az mi az Isten? Hihetetlen nyugodt a vize egyébként a tengernek. Ja, és hát mondtam ezt a PML, VLC, vagy milyen PCL, MLC, MPC hálózatot, amire rácsatlakozott a telefon, hallott 1 megabájt 4500 forint. Hát azt hittem meghalok, megláttam. Hát betöltök két képet, rögtön 10000. Hölgyeim és uraim, Isten hozott mindenkit Svédországban. Megérkeztünk. Nagyon kíváncsi leszek rá. Sose láttam még ezt a földet. Ezt a részt. Én mindig is kíváncsi voltam ezekre az északi vidékekre. Mondjuk, ami tényleg érdekes lehet, az Norvégia. Ami hogy tényleg szép is lehet, de ez is nyilván szép lesz. Ezt nem hagyom itt. A táskámat. Sajnos bent egyszerűen nem tudtam videózni, mert folyamatosan járkálnak, néznek, hogy miért videózok. Én meg ezt így nem szeretem, úgyhogy sajnálom. Amit tudtam, felvettem. Hoppá! Na ezt valaki magyarázza meg, hogy ez mi. Kulcsot is inkább a nyakamba akasztom, az elsik basszus. Mindjárt kikötünk és irány Oskarshamn.
Madagaszkár számba megyünk. 350 km még egy 4 óra, bő 4 óra útra vagyunk. Aha, ott jön föl a zsirip, vagy nem tudom mi az. Éppen emelik föl. Szerintem ide fogunk kikötni erre a dokra itt. De erre is hogyan? Hogy beáll ide ebbe az egész izébe? Túróba? Be kell neki tolatnia. De ezt nem értem, mert az autók meg vannak fordulva vissza szándékosan. Tehát akkor majd arra kell kimenni. A DFDS hajóknál nekem ez nagyon meg volt kavarodva, nem azt a rohadt életbe. Lebuktál, bazd meg. A kurva életbe. Na, azt hiszem, hogy nem ezzel, nem a saját kocsimmal megyek haza. Ezek ezért jöttek? Azt a rohadt életbe. Na, már majdnem ott vagyunk, basszus, de nekem meg el kéne mennem lefele a kocsihoz, mert hogyha meg az lesz a baj, hogy nem tudnak tőlem elindulni, akkor meg az baj lesz. Úgyhogy azt már nem várom meg, majd lefilmezem lefele menet max. Jó? Viszont elvileg üres a hajó fedélzete, úgyhogy most végigkamerázom így gyorsan. Kutyafuttában van amúgy bolt is, látod milyen üres? Ó, de jó. Bár így lett volna végig, ne lett volna itt egy árva lélek se. Szóval van üzlet is. Étterem, hatalmas kajáda. Mint ki lehet ide ülni. Itt napoztak, nappal az emberek meg olvastak. Hát ez egy 6 órás út volt. Déltől, 11.45-től 17.45-ig tartott az út. Hát azt hiszem van, amiért megéri furgonosnak lenni. Vagy sofőrnek. Vannak azok a dolgok. Alszanak bent az emberek. Közben. Itt meg végig játékképek vannak. Üzlet. Hát oda nem mentem be. Egyre bátrabb vagyok amúgy. Kamerázás terén. Megünk a izékkel. Nem ez a rit. Tudom már. Nekünk az zöld lift kell, és az ötös deck, az ötös car deck. Tudod? Sietni kell el. Ott a zöld lift. Fölhívjuk. Már nem látom, hogy mozogna a hajó. 9-ről 5-re nehéz lesz lemászni. Ez csak mennyi emelet? Na? Nagyon jó. Tökéletes. És nekünk a ötös kell. Ja. Eddig a létre. Igen, és az ötös volt, emlékszem. És hol kell, hogy emlékezzek. Ezt figyeld, ez nagyon kemény. Figyeld. Na. Így már ki. Igen, geci van. Na. És nem tudsz arra menni. Így szabad kinézni mindig. Nem csak itt ezen a kompon, mindegyiken. De jó helyen vagyok. Itt vagyok. Na,
megjöttem, beülök a Verdába, és irány Oscarszám. Üdvözlök mindenkit Oscarszámban, a svéd Scania gyárban, vagy az a DFDS és izé? Hát akkor az Angliából jött. Nem, az egy holland pótkocsi. De a DFDS, az, bár mondjuk Hollandiában is van DFDS. Na mindegy. Lerakottunk, itt vagyunk tegnap este, éjfél, fél tizen, nem, 11 óta itt vagyunk. És most most már lerakottunk, reggel 7-kor. Azóta várakozunk. Én most úgy döntöttem, elmegyek boltba, itt van egy nagyon nagy tágas, új, de nem videózok, nagy izébe szóljanak. Nagyon nagy tágas parkoló van. És még nem zavartak el minket lerakás után, hál' Istennek. Igen, csak felhúzom az ablakot. Nem zavartak el minket, és bent ott van a Goods Inn, Goods Reception recepció, ott kell bejelentkezni, és ott van, hát kérlek szépen, ott van egyből a WC, a zuhanyzó, ingyen van a kávé, kiülő, növények, ott ilyen kicsi függöny, hallod, mint hogyha valami presszóban lennék, komolyan mondom. Nagyon komoly. Na, de most elmegyek a Lidlbe, mert nincs nálam úgy olyan étel, hogy hogy én azt azonnal fogyasztani tudjam. Úgyhogy csinálok valami ilyen tojásos virslis, majonézes, meg zöldséges salátát. Azt egybefőzöm, keverem. És akkor az lesz a mai étel. Jó? Ez ilyen fogyókúrásos kaja. Fogyóturhásos. Mert azért a zöldség több lesz bennem, mint a virsli. Paradicsom, uborka, salátalevél, meg majonéz. Ezeket keverem össze. Majd. Na! Nem tudom, lehet, hogy beviszem a kamerát a Lidlbe is, már nem sok töltés van rajta, de tudom tölteni, hál' Istennek. És hát beviszem, de most nem fogok, nem biztos, hogy fogok kamerázni. Mert ezt apám simán megcsinálta annak idején, bevitte a kamerát a Lidlbe egyedül azt. Mert mondjuk akkor vele voltunk, tehát hogy volt társaság, akivel tudott videózni, de most egyedül nem állok ott neki kamerázni a termékeket. Meg ha már itt vagyunk, elviekben itt honos a Abszolút Vodka. Megnézem, milyen árban van. Aztán, ha már eredeti svéd ital, akkor nehogy már, hogy ne Svédországba vegyük meg, ugye. Megnézem, milyen árban van. Na! Hát viszlát, Svédország! Nem volt egy hosszú pályafutásunk itt. Sajnos ennyi volt Svédország, nem voltunk itt túl sokat. Éppen megyünk vissza a kompra. Nagyon alacsonyan van a kamerám, szóval nem tudom, meddig tudok filmezni. Remélem azért a kompig eljutok, talán nincs olyan messze. És itt azért merek kamerázni kézből, mert itt ide nem vonatkoznak a közúti törvények. Innen boruljon itt a izém, a kajám, a lent. Stay in a line, rostok. Itt van az úriember itt. Papír? Milyen papír kell? Ticket? Yes. Perfect. Thank you. Thank you. Ez is itt mit akar itt tőlem? Welcome. Welcome drink is less. Hajnali 5-re fogunk odaérni. Aztán kiszállunk, azt Rostockban megyünk pihengészni. Itt lejjebb engedem. Good evening! Megyünk föl, aha. Ezt a betyár! Ilyen se volt még, a hajón emeletet váltunk. Ez olyan volt, mint egy jó dubstep szám. Vagy riddim. Informácia.
Neki is van daszos matricája. Nekem is van ám daszos matricám. Ugye mögöttem a kollégám. Integessé, oda találok magamtól is, köszönöm szépen. Közreműködészetet. Nagyon dankeschön. Azt hiszem svédül a köszönöm, az tak! Azt hiszem, hogy úgy kell kiejteni. No! Hát, mennyit voltunk Svédországban? Lepakoltunk reggel, tegnap este értünk oda. Nem tudom, meddig lesz bekapcsolva a kamera. Tegnap este értünk oda, és ugye ma reggel 7-kor lepakoltunk, vártunk úgy délután 5-ig, 6-ig, nem tudom. És üresen elindultunk hazafele sajnos. Nem. De azért ezt a jó kis vodkát elhoztam magamban. Nem hiszem el, befűtöttem a vodkámat, a rohadt élet nem veri oda. És még 2 órán keresztül járadunk kell a légkondit, hogy visszahűljön. Picsám. Befűtöttem a vodkámat. Ilyen hülye vagyok. Hát most csinálok egy ilyen Levike Gastropercei barátom úgy hívja videót. De most nem is a főzésről akarok úgy beszélni. Tudjátok, általában semmire nem akarok beszélni, mert nem vagyok az a beszédes ember. Azt hiszem, hogy utolsó képkockát akkor csináltam, amikor jöttem lefele a kompról. Itt Németországba, ugye megjártuk Svédországot. Nem volt olyan hosszú pályafutásunk. Egy napot átcsoltunk, aztán már vissza is hoztak. Mondjuk én azóta állok egyébként, hozzáteszem. Ez a negyedik nap, hogy nem mozdulok sehova. És mondjuk azért nem vagyok olyan rossz helyen, tehát Hamburgban vagyok. Csoda, hogy nem hamburgert eszem, ugye. De még ha Hamburgban is vagyok, akkor sem hamburgert ennék, hanem giroszt, barátaim. Amit én csináltam saját kezüleg. Ez tortilla, gyros tortilla, de ugye most nem tudom megmutatni, mert be van csomagolva. Direkt így, kicsába. Direkt így tárolom. Most valami vasúti sim mellé parkoltam le. És itt mászkálnak az emberek, nagyon nincsen világos. Miről akarok én beszélni? Erről a szörnyű anyagi helyzetről, ami uralkodik itthon. De ugye még csak nem is vagyok itthon ráadásul, kint vagyok, érted? És borzasztó, hogy az ember akárhogyan akar, próbálkozik, otthon nem tud egyről a kettőre lépni. Én most járok ebben a cipőben ugyanis, 24 éves vagyok, van egy roncs, nem egy roncs, de van egy szaros autóm, érted, amit küzdök, hogy valahogy fenntartsak. Idáig annyit költöttem rá, hogy vettem rá 60 ezerért egy szett nyári gumit, és körülbelül ennyi. És a fizetés, az emberi otthoni fizetés az általában kimerül 250 ezer forintba, de akkor már az egy olyan korrekt hónap volt én szerintem. Én ezt azért mondom el, mert nagyon nyomja a lelkemet, és aki nézi, nézi, aki látja, látja. Lehet, hogy fogja látni olyan ember, akinek nem biztos, hogy kellene, de ennek mindegy igazából. Ha magára veszi, akkor vegye magára. De igazából ő se tehet róla, tehát mindenki annyit hoz ki anyagilag, meg annyit ad a másiknak, amennyi jut neki. Bár nem minden esetben van így, de talán az életes esetemben igen. De akkor is ezek a... Elmesélek egy rövid történetet, lehet, hogy már mondtam, nem tudom. Hál' Istennek biciklivel mennek itt az emberek is, arra nincs idejük, hogy rám nézzenek. Szóval voltunk Németországban, költöztettünk oda egy kutyát, meg egy fickó feleségünk a ruháit. Nem volt nagy költöztetés, mert az zsák volt, meg ugye a kis kutya. És már amikor felpakoltam, mert mentünk a címre, már akkor mondta a fickó, aki majd fogad minket Dinkelsbühlben, hogy ha megérkeztünk
be lesz vásárolva, asztalhoz leültök, fürödni tudtok, aludni tudtok, stb. Hát meglepő, hogy mint vadidegen ember a másik vadidegent ilyen fogadtatásban részesíti, arról nem beszélve, hogy az illető múlt hónap 15-e, tehát egy fél hónapja költözött be abba a lakásba, és elmesélte, ezt mondjuk csak az ő esetet, de én ugye nem vagyok annyira tájékozódott ebben, csak úgy megfogta a fantáziámat. Nagyon zavar ez, amennyit mi keresünk otthon. Borzalmas egyszerűen, a segünket kitörölhetjük vele. Hát tényleg csak arra jó, hogy ne pusztuljunk éhen, könyörgöm. De most miből kéne házat venni egy 24 éves gyereknek manapság? Menjünk el, tudom, azért egy tanuljunk. Jó, tudom, tanuljunk. Értem, igazatok volt. Tanulni kellett volna. Hát az nem ford föl, majd meg akkor nagyon éves legyen. Ennek lassan fordnia kell. Ha kifogy a gáz, akkor nagy végkült nagyon éves leszek, mert ugye káposztalevest főzni. Ez nem lesz káposztaleves, mert káposzta pont nem volt benne. Ilyen zöldségmixet vettem. Leginkább répa van benne. Na most lehet, hogy drágább, ha megveszem külön az izéket, a mindenféle hozzávalót, és annyi nem is kell, amennyit én most... Az a baj, azt vettem észre itt a németeknél, hogy nem nagyon lehet így beválogatni zacskóba a répát, meg ilyeneket, hanem előre be van csomagolva, és akkor azt vedd meg. Legalábbis eddig én így láttam. Ja, meg a izé üvegvisszaváltásról, én teljes mértékben azt hittem, hogy ezek annyira rohadék nagy lelkűek, hogy ugye rajta van a bármelyik üvegen, hogy 25 cent, ha visszaváltod. De azt a 25 centet rászámolják, amikor megvásárolod a terméket. Tehát még, hogyha veszel a 6 üveg sört, az még másfél eurót kifizetsz azért, mert elvitted az üveget. És ugye ez azért jó az itteni államnak, hogy mit tudom én kinek, vagy az embereknek, mert úgy is visszaviszed, hogy visszakapd a pénzed. Magyarul így nevelik az embereket. Igen, mert maguktól nem jönnek rá. De beszélhetek akár magam nevében is, tehát én azért egy úgy kicsit környezettudatosnak tartom magamat, szemetelni nem szoktam most már egyáltalán. Ott van az a nagy kukám, én abba gyűjtök mindent, aztán hogyha én parkolóba találok szemetest, akkor abba kidobom. Na, miről akartam még beszélni? Na, szóval ez a Dinkelsbühli fickó, ez nem is az a lényeg, hogy meghívott minket az égvilágon mindenre, hanem elmesélte, hogy ő mit tudom én, hány évig Spanyolországban lakott. És most úgy alakult, hogy elköltöztek Németországba egy ideje, és elment pincérnek. És hát elkezdtünk, rákérdeztem egy kőkeményen a fizetésre, hogy mennyit keres. És mint pincér beszél körülbelül 4 nyelvet, meg ugye azért azt is kérdeztem, hogy milyen étteremben dolgozik, tehát azért most egy izében, egy gyors étteremben, egy gyors kajádában senki nem fog olyan sokat keresni, de állítólag ez egy nagyon jó menő étterem volt, csak Rolls-Royce-ra jártak be, akik csak azokat engedték be délelőtt, akiknek asztalfoglalások volt. Tehát jó zsíros tárcájú vendégeket vártak, és hát a fickó fizetése Jattal együtt azt mondta, hogy 2000 és 2400 euró között merül ki. Tehát annyit keres. A neje viszont, aki csak spanyolul beszél, ő keres még 1500 eurót. Tehát kérdem én, hogy én otthon, mint sofőr, mint nemzetközi sofőr, tehát én ide kijönnék, akkor én hány ezer eurót kéne, hogy keressek? Ahhoz képest, hogy otthon nem tudsz összekaparni 900-1000 eurónál, tehát nem 900-1000, hanem 900 vagy 1000 eurónál többet. Amikor megvan 1000 euró, akkor már te bőven boldog vagy, mert hogy megkeresti otthon 300.000 forintot, ami egyébként ritka, mert az átlag fizetés az ilyen 250.000 szerintem, nem tudom, most így nem nézek adatokat Google-be. Na, úgyhogy gyalázat. És most elvittem egy szerelőhöz az autómat, be fog ázni a kocsit. Elvittem egy szerelőhöz az autómat, és vezérlést akarok benne kicserélni, és azt mondja nekem, hogy 140.000. Hát de bazd meg, hát ez a fizetésemnek a fele.
egy az, hogy a fele, másrészt meg ugye most voltak a nagy éves leállások, két hétig nem volt munka. Két hétig otthon hédereztünk, magyarul, nem kerestem többet, 170 ezer forintnál. És abból is ugye vonnak le, mivel a múlt hónapban meg a vizét, na mindegy hagyjuk. Na, úgyhogy... Mit akarunk mi ezekkel a magyar fizetésekkel? Ez valami undorító. Ez kicsit olyan, na mindegy. Na, úgyhogy gondolkozom, hogy mi legyen, mert ez így nem fog menni sokáig. Ilyen fizetésből most... Tényleg gondolkozik az ember, hogy hogyan lehet házat. Ugye mindenkinek az első, hogy menjünk albérletbe, tudod, mert azt nem kell egybe kifizetni, és akkor ott tudsz lakni. De én nem jöttem még rá, hogy ebben hol van a logika. Mert olyan házra, meg lakhatási helyre fizetsz ki havonta több százezer forintot, nem, de minimum százezret fizetsz ki folyamatosan minden egyes hónapban, ami sose lesz a tiéd, sose. Annyi előnye lehet ugye, hogy olyan helyre kerülsz, ahol olyan munkád van, amivel jobban keresel. De Magyarországon, hogy hiába mész bárhova is, ott nem fogsz te ilyen jól keresni, mint idekint. Nem csak Németországról beszélek, most nézegettem Google, meg Wikipédián, hogy na, meg folytatunk tárgyal. Na, mindegy. Na. Ausztria jobb, mint Németország anyagi kereset szempontjából, Svájc a legjobb, de hogy az északi országok is micsoda jók, és ott elfogadják az angol nyelvtudást. Habár most pont nézegettem norvég kamionsofőr állást, és norvég nyelvtudást igényeltek hozzá, megint tudnak mondjuk mindjárt becsinálni. Ne, hogy Nem merem becsukni. Elviekben most megint megy államilag támogatott képzés nagyobb jogosítványokra, C+E, C+D. Az a helyzet, hogy én most jöttem ide két hónapja dolgozni, úgyhogy nincs pofám azt mondani, hogy szevasz. De ugye hát a jó szívem gyakran előrébb van, mint a józan eszem. Ez gyakran a pénzembe is kerül sajnos. Hát mindegy, a lényeg az az, hogy most azonnal nem mondok föl, mert ugye most jöttem ide dolgozni, de majd azért mondom a főnökömnek, hogy itt egyébként minden nagyon szép és nagyon jó, de mindenki tudja, a főnököm is pontosan jól tudja, mivel ő is felépített maga körülött valamit, hogy 250 ezer forintból havonta, vagy 300 ezer forintból se lehet normálisan fölépíteni magad körül az életedet otthon. Az ingatlanokat az úgy még meg lehet venni olcsón, de az is olyan érted, hogy tiszta fapados az egész, meg tetőcsere, meg mit tudom én. Ilyen házakat lehet venni már 6 millióért, azért már lehet venni olyan, amiben van villany, víz, meg esetleg, hát mondjuk, hogyha gázfűtés be van szerelve, hát én első dolgom lesz, hogy olyat nézek ki, első dolgom lesz. Én fával fűteni soha többet. Az biztos. Amit mi szenvedünk a fával is, az valami undorító. Na, forjál már fel az anyád picsáján. Nem fogsz? Hát ott elkapcsolt a lámpát. Miről akartam beszélni? Na, de hát, hogy tudsz venni azért ilyen házat, 5-6 millió, 7 millió forint, mit tudom én. De hát most mi az első dolgod otthon? Megyünk, fölveszünk a hitelt. Hitelt meg kiszámoltam. Ugye... Jó Isten, tudsz így bámulni? Így néz. De legalább most hallgatott. Vagy legalábbis valami hasonlót csinált. Na hát, úgyhogy én is gondolkozom mindenféle megoldás, hogy hitel, persze. 6 millió forintot, hogyha 6 évig akarsz törleszteni, az havonta 100 ezer forint.
nagyon belementem itt amúgy ezekbe az osztály micsodákba. Az a, hogy ezen kattogok már lassan, mióta voltam annál a fickónál. Eléggé fájdalmas téma. Ez nagyon nehéz az előrejutás. Borzasztóan nehéz. Viszont hiába, aki azt gondolja, hogy a furgonozás az egy rossz munka, az egy mit tudom én, hogy cigány élet, ez egy óriási nagy hülyeség. Aki ezt gondolja a furgonozásról, azt szerintem a falutáblát, vagy a várostáblát, amivel lakik, azt nem láttam, még csak belülről. Vagy legalábbis valamire maradi, otthon maradós hozzáállása van, meg ilyen kényelmes, meg mit tudom én. Most, ahogy fölmentünk Svédországba, ez a komp, tehát ilyen kompot az, aki azt mondja, hogy furgonozás az micsoda szar, soha nem fog még a saját pénzéből se felszállni ekkora kompra. Soha. Soha nem fog eltölteni egy évbe annyit tengerparton, mint amennyit én eltöltök tengerparton egy évbe. Mert mások itt ráküldtenek 300 000 forintokat nyaralásra, én meg azért kapom a pénzemet, hogy lesétálgassak a tengerpartra, meg fülödjek, meg búvárkodjak, meg nézzem a kompról a sirályokat, meg a négyágyos kabinomban hereverézzek, érted, ott 6 órán keresztül, meg lemenjek, odaadok egy papírcetlit, és így ekkora púposra szart tányért tesznek elém, érted, hogy nesze itt van ennyiért. Csak hát ugye ezek mind tök jó dolgok, csak ebből nem fogja az ember magának fölépíteni az életét, akárhogy is próbálkozik. Ha meg lehet keresni, ahogy elmondta a fickó, az egy nagyon jó koncepció volt, hogy a felesége keres 1500-öt, a fickó 2000-et, ez 3500 euró, és van a lakhatási költségük egy háznak a legalsó szintjében, az 600 euró per hónap. Tehát még így is maradt 2900 eurójuk teljes hónapra, amiből éljenek föl mondjuk mit tudom én, még 500 eurót, és akkor már tényleg még maradt így is 2400 eurójuk. Tehát ne viccelj már, könyörgünk. Borzasztó. Állítólag ott az északi országokban elég jól lehet keresni. Még a németekhez mérten is jobban. Nem tudom, mit évő legyek. Ez ilyen szórakozásnak jó az a munka. Meg hogy így együnk belőle. Meg vegyek laptopot. Vagy fél évig javítassam ezt a köcsök passzátot. Arra tök jó. Arra tök jó, de másra nem sajnos. Nem tudok mit csinálni. De ne csak erről legyen szó, azért legyenek szók az élményekről. Az a baj, azokat meg már mind filmre vettem, amik voltak élmények, úgyhogy majd remélem, hogy lesz még. Most egyenlően főzicskézek. Nem akar felforni a vizem. Csak itt habzik, mint a hülye. De forni nem for. Hát nem. Ez bizony nem for. És már tudom, hogy miért. De ha kifogy a gáz, akkor nagyon pipa leszek a rohadt életbe. És vettem magamnak egy ilyen palackot, és nem tudom használni, mert nincs rá menet. Úgyhogy valószínűleg, hogyha ez most kifogy, akkor mehetek vissza az Bauhausba. Az előbb voltam ott. Csak mivel már tegnap vettem ezt, és nem tudom használni, majd most megmondtam, hogy odaadom a haveromnak, mert ő tudja. Most nem akarok megint izét. Hát bassza meg, 7 euró egy ilyen szaros izét. Palack. 7 euró, 2500 forint. Otthon az ekkora izét gázpalackot kicserélik neked 5000 forintért. A 7 euró meg 2500 forint. Hát, ez nagyon nem jó. Hát akkor megveszem otthon az izét, a nagy gázpalackot, nem? Meg hozok egy gázrózsát, hát mennyivel jobb. De hát akkor azt is, ha fölteszem, akkor meg már biztos külön izék jogszabályok kellene, hogy ezt tudjam vinni. Hagymát teszem. Micsoda disznóhús. És hogy a káposzta levesem végre nem lett az. Mellé dukál. Egy francia. Produit de France. Bor. Beosztós. Nagyon jól megoldottam amúgy ezt a kameraszettet. Vettem egy hosszabbítót, egy szivajútó hosszabbítót.
kaptam. Jaj, a barátom, a haverom külön kért, hogy mutassam be azt a életmentő eszközt, amit én kaptam tőle, de amúgy nagyon rossz helyen van most is, mert szerintem picikét. Aztán ezzel le is zárom. Mondta, hogy mindenféleképpen mutassam meg ezt. Ezt az invertert. Ugyanis én ezzel most mindenféle időtöltésemet, amit csak otthon tudok csinálni, azt most elhozhattam magammal ide. Végre itt is tudok zenét gyártani, illetve kamerázni ezzel a kamerával. Ott vannak az őtségek. Na jó, ezt meg becsukom, mert be fogok rázni. Beázik az ágyam. Na jó, van, ennyi volt.